Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Szepesi Tibor, polgármester. Üdvözlöm, polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Nemrégiben kaphatta meg az önkormányzatunk a közösségeket támogató önkormányzat díját. Mit is jelent pontosan ez az elismerés, és mit jelent az önkormányzatunk számára? A Nemzeti Művelődési Intézet adományozta ezt a díjat Karcagváros önkormányzatának, amely én azt gondolom, hogy számomra és természetesen az egész önkormányzat számára meglepetés volt, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy Karcagon nagyon sok civil szervezet létezik, működik és nagyon hasznosan tevékenykedik. Nagyon hasznosak azok a tevékenységek, amelyekkel összefogják a civil társadalmat. Az is hagyomány, hogy az önkormányzat próbálja támogatni minden lehetőségével ezeknek a civil szervezeteknek a munkáját. Odafigyelünk a mindennapos tevékenységükre, meghallgatjuk bajaikat, kéréseiket, és nyilván amiben tudunk, természetesen állunk segítségükre. Sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény, akció kerül megszervezésre a városban, illetve a városon kívül is, gondoljunk különböző kirándulásokra, testvérvárosi kapcsolatokra, ahol közösen tudunk együtt tevékenykedni. Nagyon nagy öröm az, hogy erre felfigyeltek a Nemzeti Művelődési Intézetben is, vagy a Nemzeti Művelődési Intézet környékén dolgozó különböző szervezetek, és felterjesztették az önkormányzatot erre a díjra. Én azt gondolom, és így is érzem, azt hiszem az összes önkormányzati képviselővel egyetemben, hogy ez nem az önkormányzat díja, ez egy közös díj, amelyet az önkormányzat és a vele együttműködő, karöltve működő civil szervezetek közösen kaptak. Hiszen akkor tudunk mi is, mint önkormányzat civil szervezeteket támogatni, hogyha nekik olyan feladatuk, elköteleződésük van, olyan hitvallásuk van, amely egyrészt hasznos a Karcagváros lakossága számára, másrészt pedig tényleg olyan cselekvő munkát végeznek, amelyet támogatni kell, hogy azt mondjam. Tehát nekem meggyőződésem, hogy ez egy díj a városnak, nem az önkormányzatnak, hanem az egész városnak, a civil társadalomnak és az önkormányzatnak közösen. Számos beruházás és fejlesztés van folyamatban városunkban, és több kiemelt projekt zajlik. Beszéljünk ezekről. Igen, valóban több rétegű az a fejlesztés, amelyet végrehajtottunk az elmúlt hónapokban, években. Természetes, hogy ezek között vannak nagyobb és vannak kisebb, legalábbis költségeiben és volumenjében nagyobb és kisebb beruházások. Mégis azt kell mondanom, hogy fontosságában legalább annyira fontos mindegyik. Tehát nem nagyon lehet különbséget tenni egy kisebb parkoló készítése, vagy mondjuk a sportpálya fejlesztése között. Ahogy mondom, nagyságrendileg azért vannak különbségek, de az ott lakók, az ott élők a funkcióját tekintve legalább annyira fontos egy kisebb beruházás, mint ezek a nagyobb. Ugye többször beszéltünk róla, hogy több részre lehet osztani. Kezdjük az elején, tehát próbáljuk meg valahogy sorba szedni őket, vagy csokorba szedni őket. Az útfejlesztés az volt az elsődleges, amelyhez hozzákezdtünk, és talán a legsokrétűbb. Hiszen a kerti utaktól kezdődően, amelyeknek egy része már elkészült, egy része pedig most van folyamatban, ugye a Csemetekertnél lévő összekötő utat elkészítettük még a nyár folyamán. Most jelen pillanatban a kert bevezető utaknak a java részének a útalappal való ellátása vagy pótlása az, amely zajlik. Emellett a fő úthálózatokat is próbáltuk ugye egyrészt kátyúzni, másrészt pedig néhány pályázatból teljes pályás út aszfaltozást is végre tudtunk hajtani. Épp a tegnapi napon került műszakilag átadásra a Széchenyi sugárút, a Gyep utca, a Damjanics utca egy részének, a hiányzó részének még az aszfaltozása. Én azt látom, hogy nagyon jó minőségben készült el. És talán amely a város lakosságát is a legnagyobb részben érinti, ez a kerékpárutaknak az építése, illetve a javítása volt, hiszen itt közel 10 km út, kerékpárút hálózatról beszélünk. Ugye a Széchenyi sugárúton megépült az új kerékpárút, amely aztán folytatódik a Kacsó utca, Táncsics körút részeken, és a Madarasi út, illetve a Bereki útnak
egy része is elkészült, és hát a Kisújszállási úti kerékpárút pedig teljes hosszában meg tudott újulni, meg tudott szépülni. Talán ez a két beruházás az, amely nagyságrendileg a legnagyobb volt, hogyha az úthálózat fejlesztéséről beszélünk. De volt mellette közel 40 millió forintért járdafelújítás, voltak olyan kisebb szakaszok, amelyet önerőből próbáltunk megoldani. Tehát én úgy értékelem, hogy az utóbbi évtized talán legnagyobb úthálózat fejlesztése, javítása zajlott. Ugye emellett elkészültek azok a parkolók, amelyek ehhez az útfejlesztéshez kapcsolódnak. A Varró utcán, ugye ott a kezdeti részen, aztán az ipari iskola mögötti részen is elkészült a parkoló, elkészült a Györfinél a parkoló, illetve folyamatban van most a katolikus templomnál a parkoló kialakítása. Nyilván ezzel együtt a posta parkolásának a problematikáját is próbáljuk megoldani, de folytatódik majd ez a városháza mögött a Püspökladányi útnak. Egy szakaszát parkolóvá tudjuk alakítani, hiszen azt is látjuk, hogy a városházának, hogy a járási hivatallal együtt megnőtt a forgalma, és sokkal több parkolóra van szükség, illetve a régi ígéret még, hogy a felújított Kovács Mihály általános iskolával szemben is egy aszfaltozott parkoló készüljen el. És hát hátra van még ugye két nagyobb útszakasznak a javítása. Az egyik a Kossuth-Lajos utcának a teljes aszfaltozása a Szent István és a Dózsa-György út közötti részen, hiszen ott is egy általános iskoláról, egy szakképzési centrumközpontról, egy agrárgazdasági kamaraközpontról beszélünk az út mellett, aminek mindenképpen nagyobb a forgalma, illetve a közbeszerzési eljárás elején állunk a Zádorhídi útnak a felújításával, amely azt gondolom, hogy egy hosszú távú elképzelésnek az első része, hiszen ez az út majd csatlakozni fog a megépítendő M4, illetve az elkerülő szakaszhoz. Tervezzük még a szeméttelepre vezető útnak a felújítását, javítását. Előre haladtunk itt is a tárgyalásokkal, én bízom benne, hogy a következő hónapokban ez is el fog készülni. Ez is egy nagyon fontos, hosszú távú beruházás kell, hogy legyen, hiszen ez az út is csatlakozni fog majd az elkerülő úthoz. Nyilván ezzel próbáljuk majd a megépülő elkerülővel együtt mentesíteni a belvárosnak a teherforgalmát. A város lakossága úgy gondolom, hogy visszajelzések, polgármester úr meg tudja ítélni, hogy hatalmas beruházások, fejlesztések, a kerékpárúthálózat, ahogyan említette is az úthálózat is elkészült, folyamatban van. Hogyan fogadják a karcagiak? Én nagyon sok emberrel beszélek, nyilvánvalóan utcán megállítanak, fogadórán és különböző rendezvényeken tudunk egyeztetni, többek között például civil szervezeti rendezvényeken. Én úgy érzem és azt látom, hogy nagyon jó a fogadtatása ezeknek a fejlesztéseknek. Nyilvánvaló, hogy egy kerékpárút hálózat teljes megújítása az szinte minden családot érint. Nem olyan rég olvastam a felmérését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek, ahol azt írták, hogy a magyarok kétharmada kerékpárral közlekedik, vagy kerékpárral is közlekedik. Kerékpáros nemzet. És közel 30%-a Magyarországnak kizárólag kerékpárral közlekedik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az a kerékpárút hálózat fejlesztése, nyilván országosan is, de azt gondolom, hogy egy karcag méretű településen is, hiszen nincsenek távolságok Karcagon. Nincsenek hegyek, nincsenek dombok, tehát viszonylag egyszerűen és könnyedén el lehet jutni egyik pontból a másikba. És hát jóval egyszerűbb azért a parkolást megoldani. Gondoljunk bele, egy szombati piac napon kerékpárra mennyivel könnyebb megközelíteni ezeken a jó minőségű kerékpárutakon, mondjuk a piac környékét. De nagyon sokan járnak iskolába kerékpárral, nagyon sokan járnak munkahelyre. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy óriási lépés, és nyilván egy óriási lehetőség is volt, amikor ezekhez a támogatásokhoz, ezekhez a kormány támogatásokhoz hozzájutottunk. Én úgy érzem a visszajelzésekből, hogy jó irányban haladunk. Természetes, hogy érnek bennünket olyan megkeresések is, hogy mikor tudjuk a kisebb mellékutakat, mikor tudjuk a legkisebb járdákat is fejleszteni.
Nyilván nincs elfelejtve ez a része sem, hiszen globálisan kell azért nézni a város közlekedését, és ahogyan elmondtam többször is, először ezeket a gyűjtő utakat próbáljuk rendbe rakni, amelyet nagyon sokan, sőt szinte azt gondolom, hogy az egész város lakossága, aki gépjárművel vagy kerékpárral közlekedik, használja. És ahogy jönnek majd a források, ahogy hozzájutunk azokhoz a bevételekhez, úgy természetesen folyamatosan próbáljuk majd az úthálózatot javítani. Tudom, hogy nagyon sok kátyúval nézünk szembe, nyilván ezen az időjárás sem mindig segít, de azt ígérem, és nyilván azt ígérhetjük, hogy szép lassan, de biztosan haladunk majd ezeknek a felújításával is. Karcza kezd, ez többször elhangzott, egy nagyvárosi településhez hasonlítani, hiszen a parkolók létesítése is jelzi, hogy duplájára, vagy talán triplájára is nőtt az elmúlt években a gépjárműforgalom. Igen, valóban, tehát nem csak az utak felújításával és a parkolók építésével kell és kellett foglalkozni, hanem a teljes közlekedési hálózattal. Ennek köszönhető az, hogy néhány utcának a jellegét megváltoztattuk, nem lehet balra kanyarodni, vagy egyirányosítottuk ezeket az utcákat, hiszen olyan forgalom többlet keletkezett elsősorban a bevásárló részeknél, általános iskoláknál, vagy gondoljunk mondjuk a Szabó József utcára, vagy a zeneiskola környékén a délutáni csúcsforgalomban, hogy mindenképpen meg kellett lépni ezeket a módosításokat. Én úgy érzem, hogy behozták, tehát megvan az előnye, amit előzetesen is számoltunk. Csökkent egy picit a forgalom ezeken a részeken, élhetőbb lett, sokkal jobban közlekedhető ez a rész. Vizsgáljuk továbbra is, tehát előfordulhat az, hogy néhány utcát egyirányosítanunk kell, előfordulhat az, hogy néhány kereszteződésbe a kötelező haladási irányt meg kell változtatni, vagy racionalizálni kell, tehát ezt folyamatosan nézzük. A parkolófejlesztés is természetes, hogy ehhez kapcsolódik, hiszen látjuk azt, hogy egyre többen járnak gépkocsival, főleg, hogyha rossz az időjárás a munkahelyre, egyre többen viszik a gyermeket gépjárművel bölcsödébe, óvodába, általános iskolába. Tehát ezeknek az intézményeknek a környezetében fontos parkolóknak a fejlesztése. Úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Ott, ahol elkészültek ezek a parkolók, ott sokkal könnyebb a parkolás, sokkal biztonságosabb a közlekedés. Ahogyan polgármester úr említette, intézményfejlesztések is történtek, hogy tovább haladjunk a beruházások fejlesztések sorában. A Varúti bölcsöde, illetőleg beszéljünk, ami turisztikailag egy hatalmas vonzerőt fog jelenteni Karcagváros számára, a zöld és barna mezős beruházásokról is. A bölcsöde az nagy öröm, hogy elkészült, és az eddig működő 4 csoport helyett most már 6 csoporttal tudjuk indítani a Varúti bölcsödét. Ugye itt is globálisan kellett gondolkodni a fejlesztésről, hiszen megnőtt az igény a bölcsödei férőhelyek után, tehát mindenképpen szükséges volt a 3. pavilonnak a megnyitása is, de így, hogy teljes egészében meg tudott újulni az egész bölcsöde épülete, egészen az első pavilontól a hátsó iroda részekig és minden részében, az udvarral, a játékokkal, a konyhával egyetemben, azt gondolom, hogy ez egy óriási fejlesztés. Itt egy picit zárójelbe teszem, hogy nyilván majd gondolkodnunk kell a bölcsödéhez vezető útnak és parkolónak a felújításáról is, de azt látom, hogy lesznek olyan pályázatok, amelyekből ezt rendbe tudjuk tenni. Tehát visszatérve a bölcsödére, valóban egy óriási fejlesztés, közel 500 millió forint az, amelyet kormánytámogatásként Európa Uniós támogatással kaptunk. Én azt látom, és aki elment, megnézte, hiszen volt lehetőség megnézni a felújított épületet, az csodájára járt. Biztos vagyok abban, hogy mind az ott dolgozók, mind a szülők, mind pedig a gyermekek nagyon jól fogják érezni magukat az új intézményben. Ha intézmény felújításról beszélünk, akkor nem csak a bölcsöde készült el, hiszen folytattuk az intézmények felújítását. Próbáltuk azokat az épületeket gorcső alá venni, ahol még energetikai fejlesztésre volt szükség. Így készült el a Szimovodának a melegítő konyha fejlesztése, amely
egy óriási lépés annak az óvodának a felújításában, hiszen már csoportszoba épült, felújításra került az épület jelentős része. Most a konyhával kiegészülve egy nagyon szép európai színvonalú óvodai szolgáltatás van a színvonalban. A Kinizsi óvodának is a tetőcseréje az nagyon szükséges volt, hiszen egy elavult, elkorhadt tetőszerkezetet tudtunk egy vadonatúj tetőre cserélni, és ezzel együtt egy energetikai fejlesztés is megvalósult a Kinizsi óvodában. Azt kell látni, hogy összönkormányzati szinten kell gondolkodnunk az épületek kihasználtságáról. Elkészült, vagy folyamatban van ugye a katolikus óvodának az átadása. Ezzel együtt ugye beszéltünk már róla többször itt televízió interjúban is, hogy meg kell néznünk azt, hogy az óvodai férőhelyek, az óvodai épületeknek a kihasználtsága milyen színvonalú és milyen létszámmal működik. És hát nyilván most ugye menet közben az energia árak azért mindenképpen azt követelték meg, amit egyébként mi előzetesen is vizsgáltunk, hogy kell-e olyan épület átalakítások, összevonások, amely megtakarítást eredményez önkormányzati szinten. Így jött az, hogy a Jókai úti óvodának a csoportjait átcsoportosítottuk más intézménybe. Így viszont lehetőségünk volt arra, hogy egy életveszélyes épületből az értelmi fogyatékosok napközi otthonát át tudjuk költöztetni a Jókai úti épületbe, intézményegységbe. Tehát ezzel is egy olyan energetikailag nagyon rossz épületet, és nyilván életveszélyes is volt egyébként a Püspökladányi úti épület, egy olyan épülettel tudtuk kiváltani, ami megtakarítást jelent. Ezt folytatnunk kell a következő időszakban is, hiszen az élet nem áll meg, és a gazdasági helyzet erre kényszerít bennünket. Tehát azzal együtt, hogy ezek végiggondolt és logikus, racionális lépések, ezzel együtt a jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy ez egy kötelező elvárás is. Tehát ezek azok az intézményi fejlesztések, amelyek megvalósultak. És hát picit visszatérve a bölcsödére, ugye nagyon köszönöm a kivitelezőknek a rugalmasságát, hiszen hivatalosan 2023. februárjában kellett volna szerződés alapján elkészülni a Varró úti bölcsödének. Ezt hosszas tárgyalások és tényleg a kivitelezőnek köszönhetően ezt most október elejére sikerült megtenni, tehát a fűtési szezon kezdetére október 15-én be tudtak költözni a bölcsödések az épületbe. Egy olyan energia megtakarítást tudtunk ezzel elérni, amely azt gondolom, hogy jelentős segítséget nyújt az önkormányzatnak. És azzal együtt, hogy ők be tudtak költözni, az ő kiköltöző helyükre pedig folyamatosan költözik a Széchenyi Sugárúti bölcsödéből, vagy lánykori nevén a Vasútúti bölcsödéből a gyermekek, hiszen nem sokára elkezdődik ennek a nagyon régi, több száz éves épületnek, hiszen a sarki épület az egy nagyon régi épület. Ennek az épületnek a bontása, és hát reményeink szerint legkésőbb január-februárban elkezdődik a új bölcsödének az építése. Ugye ott, ha jól emlékszem, akkor három csoport helyett öt csoport fog majd indulni. Egy vadonatúj, tehát nem felújított, egy vadonatúj, eredetileg is bölcsödének tervezett épületben. Tehát én úgy látom, hogy az út felújítás után az intézmény felújítások azok, amelyek nagyon fontosak. És hát nem csak az oktatási intézményeket vettük figyelembe és szemügyre, hanem ugye itt a Horváth Ferenc utcai szociális intézménynek a felújítása is zajlik. Ott is az energetikai felújítás, a tető és a napelemek elhelyezése megtörtént a nyár folyamán, átadásra került. Most jelenleg átadtuk a munkaterületet a konyha felújításához, és hogyha minden jól megy, akkor néhány hónapon belül akár vissza is tudnak költözni a jelenleg idéglenes helyen a Varró úton lévő épület részből vissza tudnak költözni a bentlakók a Horváth Ferenc utcára. Nyilván ezzel is egy olyan energia megtakarítást próbálunk elérni, amely nagyon fontos a következő időszakban. Térjünk át a kiemelt beruházásokra. Igen, hát ugye két óriási beruházás, sőt azt mondom, hogy három óriási beruházás, amely szinte egy területen zajlik.
hogy ennek egy része most már látványos, nagyon látványos, hiszen a milánói kiállítási pavilonnak az építése kijött a föld alól, hogy úgy mondjam, hiszen eddig a pince rész az, amely készült, és nagyon nem lehetett a kerítésen átlátva látni azt az iszonyatos munkát, amelyet eddig is elvégeztek a kivitelezők. Ugye azt tudjuk, és többször elmondtam én is, hogy Milánóban a kiállítási pavilon egy óriási területnek egy része volt, ahol be tudtak menni az emberek, szétnéztek, megnézték a kiállítást, különböző rendezvényeken vettek részt, de máshol volt a ruhatár, máshol volt a mosdóhelyiség, és máshol voltak a kiegészítő raktározási lehetőségek. Most ezt egy épületben bezsúfolni, ezt nagyon nehéz lett volna, és nyilván elvesztette volna a jellegét maga a milánói pavilon, ezért ezeket a részeket a tervezők úgy gondolták, hogy beteszik a pavilon alá. Tehát gyakorlatilag az összes vizes blokk, mosdó, kiszolgálóhelység, raktárrész, gépészet, ruhatár, ezt úgy kell elképzelni, hogy legalább akkora méretben, mint ami a föld fölött van, ugyanebben a méretben a föld alatt már elkészült. Aki volt lent, néhányan már le tudtak menni ilyen különböző megbeszélések alkalmával, ugye elhűltek, hogy óriási méretek vannak a föld alatt. Tehát ez a munka az, amely úgy zajlott, hogy igazából nem látta senki. Most már fönt vagyunk a föld fölött, áll a vászszerkezet, jelenleg a borításán dolgoznak a kivitelezők, és természetes, hogy utána pedig azok a finomítások, amelyek a hozzá kapcsolódó szabadtéri színpad, a tó és annak környékét fogják jelenteni, illetve hát nyilván a parkolókat és a különböző megközelítést. Tehát ez egy óriási beruházás. Legutoljára, amikor egyeztettünk a kivitelezők vezetőjével, akkor abban maradtunk, hogy az a határidő, amelyet ők vállaltak, nyilván minden alapanyagárat, beszerzést és egyebet figyelembe véve is, nagyjából tartható lesz, tehát terveink szerint egy picit tolva a határidőn, de jövő év augusztusában vélhetően használatba vehető majd ez a gyönyörű épület, és azt gondolom, hogy egy igazán impozáns turisztikai látványossággal fog bővülni majd Karcag. És a környezete is. És hát ha mellette majdunk, így van, akkor ezért mondtam, hogy nem kettő, hanem három óriási beruházás, hiszen mellette egy olyan park kezd kialakulni, most már akik járnak, arra látják, amelyről eddig csak szóban, meg rajzokon tudtam én is beszámolni. És ugye mindig mondtam, hogy majd ott lesz egy kerékpáros pálya, egy játszótér, egy ilyen parkrész, olyan parkrész. Most már ezek gyönyörűen kialakultak, azért mindenki el tudja képzelni, hogy óriási méretekről beszélünk, nem csak karcagi, hanem országos viszonylatban is. És most már látszik ezeknek a részeknek a különböző elhelyezkedése, egymáshoz való kapcsolódása. Ugye itt a Rónai Malomtól kezdődően, amely majd nyilván egy kiszolgáló épülete lesz ennek a parknak, vélhetően és reményeim szerint mosdóval, büfével, különböző kölcsönzési lehetőségekkel. Tehát ez fogja kiszolgálni magát az egész park területét. De hát most már azért szemmel látható az óriási méretű játszótér, amely több korosztálynak is lehetőséget biztosít. Most már látszik azt, hogy miért ott és akkor épült meg a kerékpáros pumpapálya, és hát látszanak azok a különböző park részletek, még mindig nem minden, hiszen majd ezután jönnek a különböző berendezési tárgyak, a padok, a lámpatestek, a beültetett közel 3000 növény kerül majd a fától a bokrokig beültetésre, tehát maga a zöldítés az ugye nyilvánvalóan egy része ősszel, de a javarésze majd tavasszal fog megtörténni. Tehát nem csak a pavilon, hanem ott az egész környezete, egészen a Liget utcától a Fürdő utcáig és a sinek ölelésében fog ez megvalósulni, és én biztos vagyok abban, hogy egy pavilonnal együtt tényleg egy olyan turisztikai látványosság lesz, amelyre nagyon sokan kíváncsiak lesznek, és hát nyilván a város lakosságának építjük elsősorban. Tehát egy olyan pihenő és turisztikai játszóparkot, szabadidőközpontot építünk, amely szerintem méltó lesz Karcaghoz.
És hát ugye tőle nem messze épül a Ligetúti sporttelep fejlesztése, ugye egy sportkomplexum kerül kialakításra. Itt is látszanak már azok az épületek, hogy valójában mekkora monumentális épületekről beszélünk, és kezd kialakulni az a kép is, hogy hogyan illeszkedik majd ebbe a természeti környezetbe, hiszen egy erdő közepén egy gyönyörű zöld övezetről beszélünk. Én azt látom, hogy azok a fa megoldások, azok valóban beleillenek ebbe a természeti környezetbe. Ugye épül már és tető alatt van nagy részt legalábbis szerkezetileg a műfüves labdarúgó csarnok, vele szemben pedig már a szerkezet magasságából is látszik, hogy egy nem kis öltözőépülettel, lelátóval és a mögötte lévő kiszolgáló részekkel, a birkózó teremtől a squash pályáig, ugye több sportágnak is hely tud majd adni ez a sportkomplexum. És hát ami fontos turisztikailag, hogy olyan szállás lehetőséget is tudunk majd biztosítani, hiszen egy 6 szobás panzió is lesz ennek az épületnek a bejárati épületében, amelyet hát nyilván turisztikai céllal kívántunk megvalósítani, de akár különböző kisebb edzőtáboroknak is lehetőséget tudunk biztosítani. Úgyhogy ez a 3 beruházás az, amely azt látom, hogy turisztikailag meg fogja határozni majd ennek a területnek, és hát nyilván ezzel együtt az egész városnak a következő éves turisztikai programját, vagy program kínálatát is. Hogyha ehhez hozzáveszünk majd a fürdőfejlesztést, amely előkészítés alatt van, és hát én nagyon sajnálom, hogy nem értünk odáig a pályázattal, hogy a források is rendelkezésre álljanak, de most már úgy néz ki, hogy rendben leszünk. És az a lezárt medence, amely ugye tudjuk, hogy balesetveszélyes volt, és ebben a formájában használhatatlan, az nem sok a elbontás, csak kerül és épül helyette az új melegvizes, gyógyvizes medence, amelyet minden korosztály használhat majd. Tényleg Karcag fejlődik, mert Karcagnak fejlődnie kell, polgármester úrtól való ez az idézet, hiszen néhány hónap alatt óriási mérföldkövek történtek meg a városban. Programok tekintetében rengeteg sok családi nap volt az elmúlt, mondhatom, hogy nyáron, nyár elejétől kezdve, több programmal kiegészülve. Ezekről beszéljünk néhány szót, hogyan értékeli polgármester úr, hiszen ez egy újítás volt a településünk életében, és közeledik az ünnepi időszak. Mi várható programok tekintetében? Ugye nagyon nehéz a következő időszakot tervezni, ezt látjuk, hiszen olyan problémákkal szembesülünk, amely nyilván a forrásoknak az átcsoportosítását kívánja meg. Át kell tekintenünk azt, hogy mire elég az a bevétel, amellyel a város rendelkezik, mi az, amely kötelező feladat, és mindenképpen megoldható. Nagyon nehéz rendezvényeket azzal kezdeni, amikor rendezvényekről beszélünk, hogy meg kell nézni azt, hogy mi a forrás, ami rendelkezésre áll. De a legnagyobb kihívás az most az, hogy hogyan tudjuk életben tartani a város megszokott életét, hiszen nagyon sok olyan kötelező feladatunk van, amelyet el kell látni. Ugye, nyilván egy bölcsödében nem lehet 10-12 fokon vagy 18 fokon tartani a hőmérsékletet, egy óvodában nem lehet kizárólag a 18 fokra beállítani a radiátorok hőmérsékletét, közvilágítást nyilván fönn kell tartani, és ugye egy picit visszakanyarodok az előző részhez, hiszen a közvilágítás is egy olyan része Karcag fejlesztésének, amelyről mindenképpen kell, hogy szóljunk. Ugye lassan elkészül, és a végéhez ér a közvilágítási lámpatesteknek a cseréje, amely azért fontos, mert és itt tudatosan készültünk erre, de azért szerencsénk is volt, hogy pont abban az időszakban tudtuk elvégezni, és tudta befejezni a kivitelező, amikor költségcsökkentést tudunk vele elérni. Tehát az eddigi összegnek a felét fogjuk fizetni a közvilágításnak a fenntartásáért, még azzal együtt is, hogy megemelkedtek az energiaárak. Tehát itt egy óriási megtakarítást tudtunk ezzel elérni, azzal együtt, hogy a város lakossága, legalábbis a visszajelzések azt mutatják, hogy egy korszerű és sokkal világosabb
közvilágítást tudhat magáénak a város. Tehát ez egy nagyon fontos rész. Ezzel együtt is, visszatérve az előző gondolatmenetre, nagyon fontos az, hogy a kötelező feladatainkat el tudjuk látni, erre a forrásokat oda kell tenni. Az összes többi részt meg kell nézni, hogy mi az, amely fenntartható, működtethető, és milyen szinten működtethető. De nem csak Karcag szembesül ezzel a problémával, hanem azt gondolom, hogy az egész ország, sőt egész Európa szembesül ezekkel a problémákkal. Én most nem akarok belemenni, hogy nyilván ezeknek az elhibázott lépéseknek, ennek a brüsszeli szankcióknak a hatására, de itt vagyunk és szembesülünk vele, tehát látjuk azt és vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az uszodát, a fürdőt hogy lehet nyitva tartani, de vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a könyvtárat, a különböző kulturális intézményeket hogyan lehet nyitva tartani, és a kérdésre is válaszolva ezt, hogyan lehet megtölteni tartalommal. Ugye a nyár folyamán szerencsére voltak azok a pályázataink, amelyből a családi napot meg tudtuk rendezni, és én azt láttam, és a visszajelzések is ezt mutatják, hogy nagyon jól sikerültek ezek a rendezvények, nagyon szerette mindenki. Egy picit döcögősen indul, de mire eljutottunk az 5.-6. rendezvényhez, addigra egyre többen voltak, és egyre nagyobb lelkesedéssel várták ezeket a rendezvényeket. Köszönet a szervezőknek, köszönet a közreműködőknek, én is úgy értékelem, hogy nagyon jól sikerültek. Természetes, hogy szeretnénk fönntartani ezeket a rendezvényeket, és megtartani azt a megszokott ritmust, a színházi előadásokat, a különböző vetélkedőket, nótaesteket és sok-sok mindent, amely meghatározta eddig is a város kulturális életét, és nagyon sokszínű kulturális életét, de át kell tekintenünk azt, hogy a forrásaink hogyan lesznek. Én bízom abban, hogy megtaláljuk a megoldást arra is, hogy tudjunk megtakarítani, és arra is, hogy valamilyen szinten meg tudjuk az eddigi hagyományainkat őrizni. Nyilván vannak olyan rendezvényeink, amely azt gondolom, hogy nem létezne, hogy Karcag, hogyha nem lennének ezek a rendezvények, tehát a birkafőző fesztivál és azok a nagyobb rendezvények mindenképpen megtartásra fognak kerülni. A piciket azt nyilván vizsgáljuk, de bízom abban, hogy hál' Istennek olyan szakemberekkel tudunk együtt dolgozni városon belül az intézmények vezetésében és az intézmények dolgozói kollektívájában, hogy meg fogjuk találni a megfelelő megoldást. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.